Már negyedik alkalommal hívta meg a kultúra iránt érdeklődőket a Családi Tűzhely programsorozat, amelyet a Kárász József Irodalmi Kör szervez. Váci Mihályra emlékeztek, aki 1924-ben született, majd fiatalon, betegségben hunyt el. Halálának 45. évfordulója alkalmából az est házigazdája Arany Tóth Katalin idézte meg a költő munkásságát. Költészetére kivált kép nagy megtiszteltetés számomra emlékezni, hiszen 13 éves korom óta ismerem, 36 éve az ő költészetét, és költői példaképemnek tartom. A kétszeres József Attila és Kossuth díjas költő, műfordító első verseit 1955-ben közölte az Új Hang című folyóirat. Első verses kötete is ebben az évben jelent meg. A mostani megemlékezés célja, hogy a Kádár rendszer éveiben kedvelt íróra újra felhívják a figyelmet, hiszen már a neve szinte feledésbe merült, ahogyan maga a líra műfaja is sokat vesztett népszerűségéből. A költészet nagy mértékben háttérbe szorult az utóbbi években, évtizedekben, de én úgy érzékelem, hogy ennek ellenére még mindig van egy olyan szerves mag, akiknek a tagjai éltetik ezt a vonalat, és nagy örömömre szolgál, hogy a kortárs költők között is nagyon sokan feltörnek egy olyan szintre, ahol már az ő nevük is ismerté válik. Váci Mihály legszebb költeményeit gitármuzsika kísérte a Németh László Városi Könyvtárban.